Következő helyszínünk pedig... Zirc, nagyon-nagyon-nagyon szép hely, és a felújított műemlék könyvtárba látogatunk, ahol már Kalocsai Andrea várja, hogy jelentkezhessen. Köszöntöm tisztelettel én is a nézőket. Nem csak Zircről és a műemlék könyvtárból jelentkezünk, hanem egyenesen a Bakony fővárosából. Harmadik Béla királyunk jóvoltából 1582-ben alapították a ciszterci apátságot, amelynek aztán gazdag könyvtára sajnos elpusztult a középkorban. Viszont a könyvtár gyűjteményének növekedésére akkor került sor, amikor a rend tagjai magukra vállalták az ifjúság oktatását jó 200 évvel ezelőtt. Az Országos Széchenyi Könyvtár Ciszterci Múzeum műemlék könyvtárának igazgatója, vezetője Németh Gábor. Gábor, mondja meg nekem őszintén, hány emberélet kellene ahhoz, hogy ezeket a könyveket át lehessen olvasni, vagy egyáltalán kézbe lehessen venni? Az, hogy átolvassa, vagy kiolvassa valaki, az egy emberélet nem elég. Azt elmondhatom, hogy nekem mindegyik kötet volt a kezembe. Igaz, ez komolyan mondja? Mindegyik? Hát de 60, hány ezer kötetről beszélünk? 65 ezer kötetről, de nem olvastam végig őket, csak beléjük pillantottam, állapotukat néztem nekik. Legalább egyet mutasson nekünk, amit meg tudunk úgy mutatni a nézőknek, hogy ez igazi ritkaság, kuriózum. De akkor legyen egy ősnyomtatvány. De miért ilyen lentről kell? Ez komolyan mondja, hogy egy asztalt kinyit? Bizony, ez egy nagyon különleges asztal, ami átalakítható létrává, több funkciójú asztal. És ezt használták is? Ezt régen használták, ma már nem használjuk. És ön ráléphet erre egyébként, használhatja? Nagyon nyilván. Ritkán szoktam én is ezt használni, de látják, hogy milyen jó állapotban van. Na de beszélj nekünk arról az ősnyomtatványról, amelyet mutatjuk. Ez Túróci Jánosnak lesz a Krónika Hungaroruma, 1488-ból, Augsburgból mutatták, nyomtatták nekünk. Magyaroknak talán azért érdekes lehet, mert ezt nevezhetjük az első imás kiadványnak Magyarországon. Ugye 1488-ban Brunóba, illetve Augsburgban nyomtatták ki ezt a kötetet, és direkt azért, hogy a magyar történelmet megmutassák a külföld számára is, hol pedig kinyitottam, harmadik Bélát mutatja az ábrázolás, ha már volt róla szó. Nyomtatechnikailag milyen érdekességeket tükröz ez a könyv? Fametszetek vannak benne, ugye 40 király ábrázolás. Lehet még mutatni képeket közben a nézőknek, én nyilván nem merek hozzányúlni, nincs rajtam kesztyű. Én is óvatosan, tehát fametszeteket tartalmaz. Igen, 40 király ábrázolás, azonban ez csak 12 dúcról történt, tehát 12 ábrázolást variáltak. Azért több évszázadon keresztül meg kellett őrizni ezt a könyveket. Voltak olyan periódusok, olyan világégések mondjuk így, amikor mondjuk el kellett bújtatni ezeket a könyveket? Például olyan volt a II. Világháború, amikor nem ebbe a terembe őrizték a könyveket, hanem levitték az alsóbb szintekre, vagy ilyen volt 1950 előtt a közvetlen államosításnál, amikor is elfalaszták a legértékesebb könyveket. De a lényeg, hogy megmaradt jó állapotban. És őrizzük továbbra is. És kutatható is még minden. Kutatható. Köszönöm szépen, bizony. Kedves Gábor. Nem hiába halljuk ezt a gyönyörű szép dalt, ugyanis egy rendhagyó jubileumi ünnepségre kerül sor itt a ciszterci apátság épületében, ugyanis maga a rend 200 évvel ezelőtt vállalta fel a középiskolás korú ifjúság nevelését, tanítását. Ennek jegyében telik ma ez a 200 éves ünnepség, ahová egyébként az ország különböző pontjából a ciszterci rend által fenntartott nevelési intézmények diákjai is ellátogatnak. Pécsről az egyik pécsi iskola diákjai néhány perccel ezelőtt érkeztek meg, őket hallják most egyébként. A ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziumának igazgatója, Dobosi László. Szegény fiatalok még átöltözni se tudtak, de a rendelkezésünkre állnak. Mennyire népszerű ma a fiatalok körében a ciszterci oktatás? Azt gondolom, hogy nem kell küzdenünk azokkal a problémákkal, amikkel a legtöbb iskolának, tehát beiskolázási problémái nincsenek az iskoláinknak. Sokszoros túljelentkezés van. Ha egy példát említhetek nálunk, mondjuk az angol tagozat 16 helyre 80-an jelentkeztek az idei tanévben, tehát igazából azt gondolom, hogy tényleg kivételes helyzetben vagyunk, válogathatunk. Pécset mióta folyik ilyen oktatás? A ciszterci rend gyakorlatilag 1813-ban vette át a rendet, 14-ben kezdődött meg ott a ciszterci oktatás, és hát gyakorlatilag végig ez a 200 év, természetesen azt az időszakot kivéve, amikor a szerzetesség és egyáltalán az egyházi iskolák nem működhettek. Köszönöm szépen, igazgató úr, még sok száz évet kívánok. Köszönöm szépen. Hallgassuk a fiúkat.